Jó estét kívánok! 4% pontra közelítette meg a biztos szavazók körében a medián mérése szerint a Tisza a Fideszt, ezen kívül viszont az összes ellenzéki párt zuhanó repülésben van. Ez a mai aktuál vezető híre, de mutatjuk a többi témánkat és a vendégeinket is. A biztos szavazók körében 4, a teljes népesség körében pedig 5%-ra megközelítette a Tisza párt a Fideszt a medián szerint. Más ellenzéki párt nem jutna be a parlamentbe. Magyarország csak akkor marad szuverén, ha a Fidesz van kormányon, ezt állította Orbán Viktor Köccsén. Az ellenzék ezt nem így látja. Egymásnak üzenget Szentkirályi Alexandra, Vitézi Dávid és Magyar Péter a főváros leendő főpolgármester helyettesének személyéről. Kérdés, hogy az eddigiekkel mi lesz. Éles hangnemben zajlott az első elnökjelölti vita Kamala Harris és Donald Trump között. Trump Orbán Viktort is megemlítette, okosnak és erősnek minősítette. Mai vendégeink Árpási Bence, a Népszava újságírója, Bakaev Zoltán, újságíró, a Della Podcast szerkesztője, Lambert Mónika, korábbi belügyminiszter. Ez az Aktuál, a stúdióban Krug Emília. Jó estét kívánok, tehát még egyszer is jó estét kívánok a ma esti vendégeinknek is. Mindjárt mutatjuk ennek a bizonyos medián mérésnek a részleteit, amelyet talán az a kontextus tesz még inkább figyelem felkeltővé, amit Magyar Péter írt köré a Facebookon. Ugye ő fogalmazta meg, hogy szinte napra pontosan 7 hónapja tűnt fel ő abban a bizonyos partizán interjúban, és most egy olyan pártot vezet, ami a legfrissebb mérés szerint a biztos szavazók körében 4%-ra megközelítette a Fideszt. És hogy e mögött milyen tendencia lehet, és a többi ellenzéki pártot hogy mérte a medián, ezt összefoglaltuk. Egyre közelebb kerül a Tisza a Fideszhez. Ha most vasárnap lennének a választások, a Magyar Péter vezette párton kívül másik ellenzéki formáció nem jutna be a parlamentbe. Ez derül ki a medián felméréséből, amelyet a HVG megbízásából készített. A kutatás szerint a Fidesz-KDNP a biztos szavazók között 43%-on áll, a Tisza párt pedig 39%-en, ami azt jelenti, hogy 4%-pontra megközelítette a kormánypártokat. Ez azért is érdekes, mert júliusban még 12% volt a Fidesz előnye ebben a kategóriában. A teljes szavazókorú népességben 11-ről 5%-pontra csökkent a két párt közötti távolság. A Tisza erősödése viszont negatívan hatott a többi ellenzéki pártra. A Mi Hazánk a biztos szavazók között 4, a Demokratikus Koalíció és a Két Farkú Kutyapárt 3, a Momentum és a Jobbik pedig 2%-on áll. Szerintem nem árulok az a nagy kulisszatitkot, hogy azért belpolitikával foglalkozó újságírókat már kevés hír, hogy mondjam, érint meg, villanyoz fel nagyon. Na most ez egy olyan hír volt, ami után mi is itt a tévében nagyon sokat beszélgettek, és napközben is, aki szerintem ebben a buborékban él, sokan beszélgettek erről, hogy húha, ezt egy ilyen gyors növekedést a választás után talán kevesen vártak, azt mindenki érezte, hogy benne van a közhangulatban az a félmilliónyi különbség, amit ugye Závetsz Tibor mért legutóbb, az volt az utolsó nyilvános mérés, de kit mennyire lepett meg ez a nagyon gyors növekedés, és ugye az eredmények szűkülése ugye a Fidesz kárára? Ugye a június 9-i választás előtt már okoskodtunk arról, hogy a neheze Magyar Péternek majd másnap kezdődik június 10-ével, mert a pártot kell a mozgalom mögé építeni, meg kell teremteni a szervezet alapjait, amivel 2020-ban neki tud menni a választásnak. 26. És, vagy 26-ban elnézést, és bennem azért motoszkált akkor a gondolat, hogy az a hatalmas hype, ami őt körbevette a tavaszi hónapokban, ez el fog ülni. Valahogy törvényszerűnek is tűnt. Egyrészt nyár, politikai uborka szezon általában, törvényszerű lett volna, egy kicsit beessen a népszerűsége, ráadásul a választások után talán kevésbé lelkesek a honpolgárok. És ehhez képest látjuk azt, hogy nagyon szűkül az olló a Fidesz és a Tisza párt között. Az meg, hogy júliushoz képest mekkora az ugrás, gondolhatnánk azt, hogy hiszen miközben semmi nem történt, hát az történt, hogy Magyar Péter elkezdett hőmérőzni a kórházakban, meg elkezdett az iskolai problémákról beszélni, azokról a dolgokról, amivel egyébként a honpolgár napi szinten szembesül, amit tapasztal, minden nap életünket meghatározó problémák, és nagyon tárgyszerűen és nagyon közérthetően tálalva, hogy ez mennyire
mélységi politizálás, az egy másik kérdés, de hogy ennek van lecsapódása a választói szimpátiába, az itt visszaköszönetben a felmérésben is. Szerintem is ez az egyik oka, hogy ilyen dinamikusan nő ennek a pártnak a támogatottsága, és az, hogy jó témákat választott, az is bizonyítja, hogy a kormányt reagálásra kényszerítette. Az ellenzéki pártok, hogy most ezt ők ügyesen vagy kevésbé ügyesen csinálták, hogy egy sajtótájékoztatón valamit elmondták, és úgy gondolták, hogy akkor az most kész, arra soha nem reagált a Fidesz, elengedték, mintha nem is lenne, ők vitték a témákat, ők tematizáltak, és ez megfordult. Magyar Péter talált egy olyan eszközt, amivel ezt, ahogy itt Zoli, te is mondtad, meg tudta fordítani. És szerintem ez az embereknek szimpatikus, és a kormány nem tudott jó válaszokat adni. Amikor Orbán Viktor köcsén azt mondta, hogy az egészségügyi miniszternek azért nem lehet mondani semmit az egészségügyről, viccelnek, hiszen kórházigazgató volt. Ez olyan cinikus válasz, bocsánat, Mengele is orvos volt. Elnézést ezért a durva hasonlatért, de ez legalább akkora cinizmus volt. És szerintem ez az embereket megérintette. A másik pedig az, hogy a Magyar Péter pártjában az ellenzéknek még néhány hónappal meglévő szavazói is erőt látnak, és oda mennek, ahol látják az erőt. Én abban látom talán ezt a dinamikus növekedést, hogy Magyar Péter előszeretettel operál, vagy legalábbis érezhetjük, hogy lehet egy ilyen NER érzésünk, hogy úgy kommunikál, ahogy a NER szereplői visszaköszönnek azok az elemek, ugye Szijjártó Péter videóiban köszön be ez a lendületesség, ez a mindent elintézünk feeling, hát ez Magyar Péter kórházi videójában is tapasztalható volt például, és én ennek tulajdonítom be, hogy Magyar Péter igazából nem mond mást, mint amit az ellenzéki pártok már évek óta mondanak. Most ugye ma délelőtt olvastam Komját Imre MSZP társelnöknek a reakcióját, amiben ő arról beszélt, hogy hát Magyar Péter elolvasta az ő programjukat, és ezt ebben a reakcióban én azt vélem felfedezni, hogy tulajdonképpen az ellenzéki pártok is értik, vagy legalábbis egy részük is érti, hogy valamit nem jól kommunikálnak, Magyar Péter meg viszont sikerül ezt a fajta üzenetet átvinnie, ami pedig egy külön érdekesség, és erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért a Mi Hazánk mozgalom támogatottsága is azért olyan stabil a 7-8% környékén szokott alakulni rendre ez ebben a kutatásokban is. Elég, hogyha mondjuk csak az európai parlamenti választásokra gondolunk, ahol azért jobban szerepeltek. Épp most itt, amit látunk ebben a számokban, 4% környékén vannak, tehát én élek azzal a gyanúperrel, hogy a Tisza a Mi Hazánktól is vitt el valamennyi mérhető szavazót. Hát mondjuk a medián elemzésben az volt, hogy vagy inkább visszamentek a Fideszhez az egy másik lehetőség. A jobboldali Mi Hazánkos szavazók. Kinek mi a politikai megérzése, hogy ez a hihetetlen szakadás, amit itt látunk a Fidesz és a Tisza és a többi ellenzéki párt között, ez valahogy a hátralévő szűk két évben, másfél évben kiegyenlítődik, tehát lesz olyan ellenzéki párt, akiben hisznek, újra hisznek, vagy még hisznek a szavazók, vagy gyakorlatilag ez a szép lassú lemorzsolódás, ez eltünteti őket, zárójel lehet, hogy 3% lesz a parlamenti küszöb, és akkor azt azért, ezek szerint azért még lesz pár, aki meg tudja ugrani. Szóval ebből mit lehet kihozni? Hát erre az a válasz, hogy nem tudjuk. Tehát az másfél év, bármi megtörténhet, elképzelhető, hogy a Tisza párt kezd el amortizálódni ügyek miatt, akármi előfordulhat, de azért az látszik, hogy ahogy Mónika is említette, hogy az erős felé húznak a szavazók, akivel látják a lehetőséget, a potenciált, hogy ténylegesen meg tudja fogni Orbánt. Nemrég beszélgettünk erről egyébként egy másik műsorban, hogy már az AVESZ felmérés is azt jelezte, hogy az olló szűkülése az egy esélyt teremt arra. Elkezdik elhívni az emberek, még azok is, akik egyébként nem magyarban látják a tökéletes megoldást, hogy magyar lesz az a politikus, aki ténylegesen meg tudja szorítani Orbán Viktor. Szerintem ez egy kulcsmondat, amit mondtál, hogy akik esetleg nem magyarban látják, mert az én baráti körömben, ahol
nagyrészt baloldali emberek vannak, és ők tudják azt, hogy a Magyar Péter pártja az egy magát konzervatív jobboldalinak hirdető párt. Mégis oda szavaznak, oda szavaztak, vagy készülnek szavazni, pont amiatt, amit mondtam az előbb, hogy ott látják az erőt, a Tisza pártban látják annak a potenciális lehetőségét, hogy ő leváltsa Orbán Viktort. És szerintem ez erősödni fog. Már úgy ért, de amit kérdeztél, hogy morzsolódnak le a kis pártoktól, a szavazóktól, hogy nekem bármilyen fájó ezt kimondani, én a Magyar Szocialista Párt, hogy mondjam, kormányának tagjaként, meg ott politizálva a korábbi időkben, nekem nagyon keserű ezt kimondani, de én nem látom azt, hogy hogyan tudná megváltoztatni ezt a trendet, hogy most már fogy. Jó, akkor... És ugyanez igaz a DK-ra is. A DK-t az érte el most, amit ő egyébként csinált a többi kicsivel. Tehát a Demokratikus Koalíció vezetői lett, hogy azt hitték, hogy az a 15%, vagy nem tudom, mennyi körül voltak, hogy az mind az ő betonbiztos támogatójuk, de azok között is volt sok olyan, aki lehet, hogy inkább az LMP-vel, vagy a Momentumval, vagy az MSZP-vel szimpatizál, de azért ment oda, mert azt látta növekedni. Most őket ugyanez elérte. DK-ról majd még mindjárt beszélünk külön, ugye Gyurcsány Ferenc mai posztja kapcsán, de azt nem állom meg, pont amiatt, hogy Lampert Mónika honnan jött, hogy mit tanácsolna most az MSZP-nek? Én nem tudok ma sem bölcsebbet, mint amit a választások után nem sokkal pont ebben a stúdióban elmondtam, hogy Gyurcsány Ferencnek is, és az MSZP mostani két társelnökének is félre kell állni, és egy új baloldali formációt kell létrehozni. Mert akik esetleg Magyar Péterben valamiért csalódnak, és elkezdenek egy baloldali pártot keresni, oda nem fognak visszamenni, mert az a csalódás, ami a 14 év tötymögése miatt érte őket, az nem viszi őket vissza, sem Gyurcsányhoz, sem Komjáti Imihez, akit én nagyon tisztelek és sokra tartok, vagy Kunhalmi Ágnest. Szerintem nem, egy új baloldali formációt kellene létrehozni, akkor ilyenkor mindig fölteszik nekem a kérdés, akkor ki lenne az? Hát egy olyan figura, mert fél évvel ezelőtt, vagy 7 hónappal ezelőtt nem tudtuk ki Magyar Péter. Egy ilyen kvalitású figura biztos van baloldaliban is. Hát föl kéne valahogy találni. Most mindenképp pont arról beszélünk, hogy a folyamatok meg abban az irányban mutatnak, hogy két szereplős lesz ez a verseny. Én most nem látom a terét annak, hogy egy harmadik párt vagy pártszövetség megpróbálja magát fölépíteni eséllyel. Értem, hogy miért gondolod, hogy erre szükség volna, de itt Magyar Péterről és Orbán Viktorról fog szólni a választás. Mónikának annyiban hadd mondjak ellent, vagy legalábbis hadd árnyaljam annyiban a képet itt a lemondásokkal kapcsolatban, az, hogy szerintem, hogy a DK-t vagy az MSZP-t kivezesse, az a párttagság, illetve az arra hivatottak, jogosultak erről dönteni. Most, hogyha ők úgy döntenek, hogy Gyurcsány Ferenc, vagy Komjáti Imre és Kunhalmi Ágnes vezesse ezt a két pártot, akkor azt el kell fogadni tényként. Ami pedig a harmadik szereplőt illeti, én valahogy érzékelem azt egyébként, most még nem látom, hogy hogyan, de ugye a Tisza párt magát konzervatívnak definiálja, és még nem, tényleg fogalmam sincs, hogy hogyan, de egy baloldali párt kialakulása azért benne lehet még a pakliban, lehet, hogy 2 év múlva, lehet, hogy 5 év múlva, de előbb-utóbb... De kérdés, hogy egyáltalán ez a törésvonal, mint olyan létezik ebben a helyzetben a magyar társadalomban, ugye most nem emlékszem, majd segítsetek ki, ha emlékeztek rá, hogy volt nemrég egy mérés, amely azt nézte, hogy ilyen szempontból milyen összetételű a Tisza szavazó tárbora, és gyakorlatilag egyharmadra jött ki az, aki jobboldalinak, aki baloldalinak, és aki olyannak vallja magát, hogy itt ezen a mezőn nem tudja elhelyezni magát. Tehát lehet, hogy most nem ez számít. Biztos, hogy nem az, vagy nem tudom, szerintem most nem szempont az, hogy a baloldali értékek megjelenjenek a politikai palettán. Itt egy szempont van az ellenzéki szavazók szempontjából, hogy Orbán Viktor leváltsa valaki. Zoli, én hajlok arra, hogy elfogadjam ezt az érvelést, de hogyha úgy elképzelem magamat 26-ba, hogy el kell mennem szavazni, és egy
szélső jobboldali párt és egy jobb közép párt között választhatok, az nekem nem esik jól. Tehát nagy valószínűséggel igazad van abban, hogy ez a meccs lesz, hogy a 26-ban ez igen. a meccs lesz, Orbán versus Magyar Péter, de az, hogy nekem ez nem esik jól, és én baloldali emberként mást szeretnék, hát ez meg az én bajom. Na, Gyurcsány Ferenc azon van, hogy ne ez legyen a választék, és a speciális eszköztárból ugye a Facebook posztokat vette most leginkább elő, szinte naponta posztol, hát elég erős és hosszabb szövegeket, most egy ilyenből fogunk idézni. Szóval a DK elnökétől fogunk most idézni egy mai hosszabb Facebook posztjának egy-két gondolatát, mindjárt láthatják is itt mellettem, ami fontos, hogy ennek a gondolatsornak nem minden részlete bírja a képernyőt, de ki fogják találni, hogy mit pontoztunk ki. A kontextus az az, hogy azt mondja, hogy Magyar Péter szellemesnek vélt mondatkörnyezetben jó pofának gondolt csomagolásban, de azt vágja az ő szemébe, hogy alkoholista. Innen indít, erre megválaszol, és többek között úgy fogalmaz, idézem még egyszer, hogy egyszerűen mondom a Fidesz szemében mindenki, olvassák el milyen ember, aki nem ért vele egyet. Ön még erre is rátesz egy lapáttal, ön még szellemesnek is gondolja, hogy gonosz, hogy hazug emberként viselkedik, hogy valóban az, vagy csak egy szerep, azt nem tudom, és aztán úgy fogalmaz a végén, hogy ezzel a mentalitással még a mostaninál is szerencsétlenebb lesz ez az ország. Ilyen emberek nem tudnak jó országot csinálni, hogy ezt önnek mondtam-e? Nem. Ez minden emberre és minden országra igaz. Mindezt tehát Gyurcsány Ferenc címezte Magyar Péternek, aki röviden egyébként válaszolt is, úgy fogalmaz, hogy ő már, hogy Magyar Péter inkább az ország sorsával, az embereket érintő kérdésekkel foglalkozik. Önnek is ezt javaslom, de nem akarom eltántorítani ezen reggeli üzengetési szokásától. Talán a hazánknak is jobb, ha inkább velem foglalkozik. Na, mi most mindkét reakcióval foglalkozni fogunk. Föltehetjük azt a kérdést, hogy az, hogy a DK így beleállt a Tiszába és Magyar Péterbe, már ugye a választások előtt, az mennyire hatékony, de ez talán egy álkérdés lenne látva a számokat, azok azért elég fekete-fehérek. Úgyhogy inkább azt boncolgassuk itt most eltávolodva a baloldali ideológiától, hogy milyen eszközökkel lehet mást mondani, mint amit a Tisza mond, amit a Tisza tematizál, mert gyakorlatilag tényleg most olyan, mintha nem létezne más a magyar politikai térfélen, a magyar politikai témák között, mint amit a Fidesz, meg amit a Tisza oda tesz. Ez a titok egyébként Magyar Péter esetében olyan, mint a bogáncs, mint egy kutya, amelyik ráharapott a csontra, és nem tudja elengedni. Az, hogy folyamatosan jelen van, mindig beleütközünk a közösségi médiában, mindenre reagál, elsőként reagál, és ezáltal mindig bekerül a hírekbe. Szerintem a titok igazából ez, nem az, amiről beszél, mert valóban ezek régóta ismert problémák. Ahogy ezt megjeleníti, amilyen intenzitással jelen van, ez teszi őt megkerülhetetlenné, és így szívja el a levegőt a többi ellenzéki párt elől. A másik pedig az, hogy őre szemmel láthatóan kíváncsiak az emberek, de arra, hogy mit mondanak ezek a picike pártok, meg főleg, hogy mit mond Gyurcsány Ferenc, szerintem nem kíváncsi. Na jó, de ezzel gyakorlatilag most azt érjük körbe, hogy akkor az a tanács az ellenzéki pártoknak ideológiától függetlenül, hogy akkor kalap kabát, az utolsó olcsa le a villanyt, ennyi volt. Kapcsolja le a gázórát, igen. Én ezt az egész Gyurcsány Ferenc Magyar Péter üzengetést egyfajta, hát ilyen politikai színháznak látom, igazából komolyabb tétje nincsen, azt gondolom, mert ez csak azokhoz jut el, akik aktívan fogyasztják a politikát, és azoknak egy ilyen látványszínház, ha úgy tetszik, hogy most ki hogyan üzenged, de én is abban látom egyébként ezt a fajta, vagy Magyar Péternek az erénye, politikai erénye,
abban is megmutatkozik, amit Zali említettél, hogy tényleg nem tudom, hogy ő mit csinál tulajdonképpen, egész nap a telefonján lóg tulajdonképpen, hogy mindig, minden egyes alkalommal tényleg oda kommentel, és konkrétan tudom azt, hogyha én beülök egy hírügyeletes műszakba, akkor jó eséllyel egy 8 óra alatt bele fogok futni egy Magyar Péter kommentbe. Én mondjuk ennek újságíró örülök, örülök, mert hogyha elhangzik egy vélemény, akkor tudom azonnal idézni az ő álláspontját is, de talán pont ettől hatékony is, hogy még én is megírom a cikkben. Na jó, most már második körben azt megfejtettük, hogy mitől kommunikálja a Magyar Péter, de azt nem, hogy és, akkor rajta kívül semmi, nincs tér. Ugye azt látjuk, hogy a DK megpróbált, bocsánat, stratégiát, taktikát változtatni a választások után. Leszették Dobrev Klárát, és Gyurcsány visszavette tulajdonképpen az irányító szerepet, ráadásul megpróbált nagyon agresszíven, a korábbiakhoz képest sokkal agresszívebben fellépni. Ez egyébként visszaköszönt a párt képviselői stílusában is, tehát amikor itt ültünk benne a DK képviselővel, érzékelettük a tónusbeli különbséget a korábbi hónapokhoz képest. Ez a papa lejátszuk a Manchester City. De ez sem vezetett eredményre, ez sem tudta a DK-t megfogni a lejtmenetben, úgyhogy én azt gondolom, most teljes tanácstalanság lehet a DK központban, fogalmuk sincs, hogy mi lehet a helyes vagy a jó kitörési irány. Gyurcsány hetente egyszer belerúg a Magyar Péterbe, én nem tekintem ezt egy hosszú távon jó stratégiának. Helykeresés van a DK-nál, nem tudják, hogy hol vannak most a politikai balettán. Én szerintem, amit érdemes lenne ezeknek a régi ellenzéki pártoknak csinálni, az, hogy a demokratikus koalíciónak is vannak kiváló önkormányzati vezetőik. Tehát én most azt tudnám tanácsolni, ha tőlem tanácsot kérnének, és ez az MSZP-re is igaz, hogy egy kicsit tegyék oda a fókuszt, és dolgozzanak velük, menjenek ügyek után, azon a terepen. Tehát én föl tudok sorolni kiváló polgármestereket, Cserdini Németh Angéla, László Imre, vagy Tóth József. Csak ezt meg a kutyapárt jobban csinálta. Hát igen, de az, nyilván, hogy azt nem mondhatja, hogy nem csinálunk semmit. Tehát én azt gondolom, hogy erre kellene fókuszálni, és hát a másik, amit már elmondtam az előbb is, hogy egy új és hitelesebb formációval kellene előre jönni. Nem csak a DK-nál lehet tanástalanság. Én a többi ellenzéki párt esetében sem látom azt a fajta innovációt, amellyel ki tudnának törni adott esetben ebből a Magyar Péter által keletkeztetett, hogy ezzel a gyönyörű magyar szóval éljek, hype-ból, mert Magyar Péter annyira leuralja az ellenzéki nyilvánosságot, az, hogy a többiek nem is tudnak szóhoz jutni. Hát eddig sem nagyon tudtak, mert most, hogyha mondjuk a Párbeszéd nevezetű formációra ránézek, hát én még nem találkoztam Párbeszéd támogatóval, de mindez azt mutatja számomra, hogy ők is, ezek a kis ellenzéki formációk már eddig is komoly bajban voltak, de most Magyar Péter megjelenésével megkapták a kegyelemet. Én még egy ellenzéki pártot ide hoznék. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb esély a most csökkenőben lévő kis pártok közül a Momentumnak van. Mégpedig azért, mert a Magyarországon kutatások szerint van 7-8% liberális szavazó. Szerintem ők későn kezdték el mondani azt, hogy ők liberálisok, és miközben voltak olyan témáik, ami a liberálisok témái, de én azt gondolom, hogy az igazi virtigli liberálisoknak Magyar Péter nem annyira oké. És én szerintem, hogyha ebbe a Momentum beleállna, előttük én nagyobb esélyt látok. Azt talán nem olyan nagyon meglepő, hogy az ellenzék nem tud ezzel a helyzettel mit kezdeni, de az, hogy a Fidesz se tud nagyon mit kezdeni. Na ezzel fogjuk folytatni az aktuál második részét. Nyilván az is sokat mondó, hogy a Köcsén elhangzottakról most már a második, harmadik részletet hozza nyilvánosságra. Orbán Viktor most például a szuverenitás kérdését járta körül egy rövid videóban. Na, erről is fogunk majd beszélgetni, meg arról is, hogy a fővárosban milyen megállapodások születhetnek, egy pár perc múlva folytatjuk. Folytatjuk is a mai aktuált egy újabb köcsei részlettel, amely arról szól, hogy mit jelent a magyar szuverenitás. Például azt, hogy nem szaladunk el Moszkvába, nem, jól hallották, és hogy nem megyünk amerikai ösztöndíjra sem.
biztos, hogy senki nem megy, na erről is majd szerintem fogunk beszélni. Mindenesetre Orbán Viktortól származnak ezek a részletek, mutatjuk egyben az egészet. A mi kormányzásunk az egy szuverén Magyarországot fog eredményezni. A gazdasági semlegesség ennek az egyik legerősebb megtámasztója. És van egy képünk arról, hogy ha a másik jövő nyer, annak mi lesz a vége? Annak a vége egy alárendelt Magyarország lesz. Nézzem, mert meg vannak véve kilóra a pasasok. Orbán Viktor köccsén élesen szembeállította saját kormánya és az ellenzék jövőképét. Nem Brüsszelbe üdögélünk, meg nem szaladunk el Moszkvába, meg nem megyünk amerikai ösztöndíjra. Mi itt leszünk. Ez a mi legnagyobb erényünk. Magyar Péter híradónknak viszont azt mondta, a kormány sok lépése éppen arról árulkodik, hogy nem vagyunk szuverén ország. Hát mi nem úgy képzeljük a szuverenitást, hogy a gazdaság leállító miniszter Óza Nagybarázsó Nagymárton hetente kiutazik Kínába, és különböző olyan hitelszerződéseket köt el és adósítja el az országot, amiről semmit nem tudunk, annak a feltételeiről, a kamat terheiről, amivel nem a jelent adósítják el, hanem a gyerekeinket és az unokáinkat. Én ezt nem tartom szuverenitásnak, illetve az orosz energiától való függőségünket, vagy a kínai akkumulátorgyáraktól való függőségünket sem tartom igazán szuverenitásnak. Magyar Péter hozzátette, valóban nyitni kell a világ minden része felé, de nem szabad elvtelen alkukat kötni. Azt kezdtük el itt találgatni a bejátszó alatt, hogy vajon kinek üzent Magyar Péter, és hogy ez mennyiben volt magas labda, amit azért könnyen le lehet ütni, például azzal kapcsolatban, hogy akkor Brüsszel, meg Soros ösztöndíj. Nem, hogy Orbán Viktor kinek üzent. Igen, úgy igen, értették. Azt mondtam. Nem, Magyar Péter, de hát... Nem, Orbán Viktor, igen. Tehát, hogy nyilván azért ezek kicentizett mondatok voltak, és végiggondolt mondatok. Önmagában a szuverenitásra hivatkozva, ebben a közhangulatban, ilyen medián mérés után, hőmérőzős nyári hónapok után, ez mennyire ütőképes kártya még mindig? Mennyire működhet még mindig? Szerintem ezt a jövő fogja majd megmutatni, hogy ez mennyire ütőképes. Nekem régóta okoz egy kis dilemmát a szuverenitásnak ez a fajta túlhangsúlyozása. Mert hogy egyébként az, hogy egy országnak a szuverenitása az legyen világos, meg ennek legyenek világosak a határai, meg a szuverenitás megvédésének legyenek eszközei, ez szerintem minden józanul gondolkodó demokratának fontos. De egyrészt az a hivatal, amit csináltak, ehhez köze nincsen, másrészt pedig nekem borzasztóan hiányzik a szuverenitás mellett egy másik szó, amiről kellene beszélni, hogy ez az országnak az előnyére várjon, az a partnerség. Hát mi miért lettünk az uniónak a tagja? Miért vagyunk különböző szövetségekben? Mert partnereket keresünk ahhoz, hogy közös célokat megvalósítsunk. Ezek nem bonyolult összefüggések, és én szerintem a magyar emberek ezt értik. Azért van az, hogy még mindig az Európai Uniós tagságunknak a támogatottsága magasabb, mint amit Orbán Viktor szeretne. Ez a szöveg, amit itt összehordott a függetlenségről, meg a gazdasági független, egyéb, ezt nem tudom megmondani ennek, mi lesz a vége, de én nekem bántóan hiányzik ez a másik oldal. Én tartok tőle, hogy ez a fajta túlhangsúlyozott szuverenitás, ez pontosan egy ugyanolyan politikai termék, mint amiről annak idején Géfodor Gábor beszélt, hogy a polgári Magyarország az tulajdonképpen ez volt. Tehát ez a szuverenitás is egy politikai termék, és ilyenkor, amikor ezt az meghallom, hogy szuverenitás, nekem mindig felsejlik egy kép, amikor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter átveszi Szergej Lavrovtól a barátság érdemrendet, amely a legmagasabb külföldinek adható érdemrend, és az a vicc jut eszembe, hogy hát ökus, mi így vagyunk szuverének. Jó, de ez lehet, hogy neked felsejlik, és sokaknak nem. Hát... Azért mondod el most. Azért mondom el azt, hogy ez azért így jusson, szóval lehet úgy tenni, mint hogyha ezek, tehát lehet ezeket a fajta, hát mondjuk így, hogy autokráciák felé, tehát barátságokat úgy elabni, hogy itt azért kommunikációs csatornák. Oké, de akkor miért mondod, hogy nem szaladunk el Moszkvába? Tehát erre mondtam, hogy azért ebben vannak magas labdák. Én nem tudom, bevallom őszintén szólva, tehát, hogy... Ez gondolom kommunistázás akart lenni. Belpolitikával, de nem tudom értelmezni az elhangzottakat, véletlenül bennem van a probléma. Én most ebben a pillanatban jöttem rá, hogy miért. Szerintem azért, hogy mi ezen rágódjunk itt. Semmi másokon nincs. Na, szóval amikor Orbán a gazdasági semlegességről beszél, akkor szerintem valójában azt próbálja elfedni, hogy kezdünk kiszorulni a nyugati világ politikai, gazdasági, ideológiai teréből, és tolódunk
kelet irányába. Tehát eddig az volt, hogy Orbán megpróbált balanszírozni a két nagy tömb között, és ezt szerintem nyugaton megunták. Láttuk, az elmúlt másfél év minden interakciója ezt bizonyítja, hogy vagy mi kezdünk leválni onnan, vagy ők tesznek meg mindent annak érdekében, hogy minél kevesebb szállal kötődjünk oda. És ezt az eltolódást kelet felé próbálja eladni, megmagyarázni a híveinek, hogy ez valójában egy kormányzati stratégia, hogy ők megpróbálnak semlegesek maradni, és minden irányba nyitottak lenni, nem erről van szó. Jó, de akkor, amikor, és akkor még vissza az eredeti kérdésemhez, amikor tényleg most ez a hőmérőzés, ez már minden gyakorlati problémának lett a szimbóluma itt az elmúlt hónapok után, mondjuk a közszolgáltatásokra vonatkoztatva, gazdaságra vonatkoztatva, mindenki ismeri azt, hogy ha akár 50-100 kilométer is elválaszt valakit egy szomszédos országtól, még már inkább néha átmegy nagy bevásárlást csinálni. Ezekre a napi problémákra nem válasz a szuverenitás, meg nem válasz a gazdasági semleges. Az nagyon érdekes, hogy ezen a köcsei találkozón is a hangsúly nem a szakpolitikai kérdések megoldására miközben irányul, hanem arra, hogy a vitákat kell megnyerni. Ja, és tehát nem megoldásokat kell találni, hanem a vitákat kell megnyerni, ez egy másik szintje a probléma kezelésnek. Magyarul lyukat kell beszélni a választóhasába, és arról kell meggyőzni mágikusan, hogy minden úgy jó, ahogy van. Nem tudna jobb lenni. Ez a vitákat kell megnyerni, ez nagyon érdekes hallani attól a miniszterelnöktől, aki nem vitázik. 2006-ban utoljára Gyurcsány Ferenccel vitatkozott, tehát véletlenül ezt így... Látod, most leállt az újságírókkal. Kivételesen hát érezhetjük magunkat megtisztelve, hogy a közpénzből közhatalmat gyakorló miniszterelnök méltóztatott válaszolni az újságírói felvetésekre. Hát ez évente egyszer-kétszer ilyesmi előfordulhat, de hát ezeket a morzsákat is úgy érzem már nekünk meg kell becsülnünk, hogy egyáltalán már válaszol valami fajta kérdésre. Szóval én azt látom egyébként, hogy tényleg ez a lyukat dumáljunk a választók hasába effektus fog majd fellépni, és ez előrevetít nekem még egyfajta ilyen offenzívebb kormányzati kommunikáció, tehát hogyha még nem volt elég a sok kék plakát, akkor majd most lesz még több kék plakát, de hát ezt nem vitának hívják, hanem propagandának. Na most lehet, hogy országos szinten nagyban működik az, hogy a vitát megnyerni, de érdemben nem sokat tenni egy-egy közszolgáltatás fejlődése érdekében, de mondjuk egy városban, egy önkormányzatban azért sokkal kézzelfoghatóbbak tudnak lenni a problémák, még akár egy Budapest méretű városban is, és ugye persze itt is elindult az üzengetés az októberi új közgyűlés előtt, hogy hogy állnak az erőviszonyok, ebbe az üzengetésben ma Szentkirályi Alexandra is beszállt, és kapott válaszokat, és ennek kapcsán fogunk a jelenlegi felállásról és a vélhető várható szövetségekről beszélgetni. Dávid, most neked szeretnék üzenni. Facebookon küldött nyílt üzenetet Vitézy Dávidnak, a Fidesz korábbi főpolgármester jelöltje. A volt kormányszóvivő burkoltan arra utalt, hogy a fideszes szavazók segítségével közgyűlésbe jutó Vitézy esetleg főpolgármester helyettes lenne. Mi a változásra szavaztunk Karácsony és Gyurcsány ellen. Ne áruld el a Fidesz szavazóit, ne áruld el a budapestieket, ne menj bele a Karácsony Magyar Péter paktumba. Vitézy Dávid válaszában azt írta: meglepte Szentkirályi üzenete, majd úgy folytatta: Karácsony még nem kereste meg egyeztetés céljából, de Vitézy úgy véli, a Fidesz igen. Majd azt kérdezte a kormánypárti politikustól, hogy vajon mit tud, egyeztete a kormánnyal a Városháza vezetése, és kit jelölnének főpolgármester helyettesnek. A főváros esetében 17 szavazat kell ahhoz, hogy megválasszák a főpolgármester helyettest. A jelenlegi közgyűlésben egyik tömbnek sincs ennyi szavazata, vagyis mindenképpen konszenzust kell kötni. Megkeresésünkre a főpolgármesteri hivatal azt írta híradónknak: nem szolgálja a város fejlesztését az a fajta üzengetés, amibe Szentkirályi Alexandra kezdett. Majd a levél úgy fogalmaz, hogy Karácsony Gergely a választóktól kapott felhatalmazásból fakadó felelősséggel folytatja a konzultációkat az új közgyűlés előkészítéséről.
És akkor mindjárt mutatom az aktuál mai kérdésének a végeredményét, de hogy érthető legyen, miért ezt kérdezzük, egy picit idézek Magyar Péter Budapestre vonatkozó terveiből, amelyek között többek között arról is beszélt, hogy ahogy a fővárosi cégek igazgatóságaiban és felügyelőbizottságaiban sem fog részt venni a Tisza, úgy főpolgármester helyettes sem fognak javasolni, és egyébként azt javasolják Karácsony Gergelynek, hogy egy mindenki számára elfogadható garancia melletti személyt adjon, mert hogy nem fogják támogatni az eddigi főpolgármester helyetteseket a tiszások, akik a budapesti közgyűlésbe bekerülnek, és arra viszont, amellett viszont hitet tett, hogy a főváros érdekét szolgáló döntéseket meg fogják szavazni. Na és akkor ide kapcsolódik a kérdésünk, hogy önök szerint konkrét ügyek mentén lesz-e együttműködés Magyar Péter és Karácsony Gergely között. 28%-a a minőzőinknek azt gondolja, hogy nem, még ilyen szinten sem lesz együttműködés. 72% szavazott az igenekre a minőzőink között. Köszönjük szépen a szavazatokat, és akkor szokás szerint egy picit mélyére megyünk az igen-nem érveléseknek, mutatunk pár kommentet az ATV Facebook oldaláról a kérdés kapcsán. Katalin úgy fogalmazott, hogy jó lenne, de Magyar Péter a Fidesz tőgyén nevelkedett, idézet volt. Neki az a fontos, hogy ne legyen ellenfele a porondon, akkor tud csak érvényesülni. Egy másik Katalin szerint, ha Karácsonyon múlik, akkor lesz, mert hogy értelmes emberek meg tudják beszélni a problémákat. Péter szerint sajnos a DK miatt nem. Kata úgy fogalmazott, illetve Ferenc úgy fogalmazott, hogy minden le van zsírozva, Peti beállt a csapatba, Fletó a háttérből irányítés kaszál. Hát lehet, hogy ő még a friss medián mérésről nem annyira értesült. Robert pedig úgy fogalmaz, hogy új választás lesz szerinte. Ez az egyik irány, hogy milyen együttműködés lehet Magyar Péter és Karácsony Gergely között, illetve megbeszélünk egy szóbeszédet, ami arról szól, hogy bizonyos érdekek és közös pontok mentén akár Karácsony Gergely a Fidesszel is jobb kapcsolatra törekedhet, és a Fidesz is vele, mint amit az előző ciklusban látunk. Tölgyesi Péter nemrég a Partizán ezt úgy fogalmazta meg, hogy a Botka modellt próbálja meg majd talán átvenni Karácsony Gergely. Innen folytatjuk a beszélgetést. Kezdjük akkor a végéről. Lehet-e Botka modell? Ebből. Ez alatt azt értjük, hogy csak a város szempontjai szem előtt tartva próbál normális kapcsolatot fenntartani a kormányzattal? Igen, és hogy letesz arról, ami korábban is a hírek szerint a Fidesz egy fontos elvárása volt, hogy ne, mint ellenzéki vezér képében tűnjön föl Karácsony Gergely. Ne szerepeljen a nagy országos politikában. Hanem mint városvezető. Ugye ezek a kérdések azért ott voltak a nyilvánosságban az elmúlt 1-2-3 hétben. Én talán Dulszabolcs hírlevelében olvastam ezt így kereken összeszedve, aminek ugye az volt a lényege, hogy van egy közös, hát úgymond ellenség, aki ellen ez az együttműködés létrejöhet, aki ugye Magyar Péter. Látjuk már, hogy olimpia ügyben közelednek az álláspontok, és látjuk azt, hogy a fővárosnak pénzre van szüksége, csőd biztos meg nem szeretne, és hogy ezek a közös szempontok, közös érdekek hozhatják közelebb a kormányt és Budapestet. Nekem az a nagy kérdés, amely így a kérdésre rezonálok, hogy az a dilemma, hogy vajon mit jelentenek ezek a konkrét ügyek? Mert hogyha most megnézzük ennek a ciklusnak a döntéshozatalát, hogy hogyan alakultak a szavazások, akkor azt láthatjuk, hogy 54%-ban teljes konszenzussal hozott döntéseket a fővárosi közgyűlés. Tehát azt jelenti, hogy mindenki megszavazta. Fidesz, ellenzék egyaránt. Mert ezek jellemzően városüzemeltetési kérdések. Most innentől kezdve szerintem biztos, hogy lesz egy csomó olyan kérdés, amiben együttműködés várható majd, és csak az ilyen nagyobb horderejű ügyek, mint az olimpia mentén, amelyek jobban felhangosíthatóak, vagy nagyobb figyelemre tartanak igényt, azok
esetében várható majd ilyen hangos csörte. Hát most, amikor majd megszavazzák, hogy a nem tudom én milyen cégnek a, most nem akarok tényleg hülyeséget mondani, de hogy a költségvetése az rendben legyen, akkor abban tényleg konszenzus van, mert abban lesznek a hatalmas párpolitikai törésvonalak. Mondjuk azt, hogy Budapestre mennyi fejlesztési pénz jut, és mondjuk a szolidaritási adó emelkedik vagy sem, az, ha innen nézem működtetés, ha onnan nézem, akkor meg élethalál kérdése. Nehezen elképzelhető egy Botka szerep Karácsony esetében azok után, hogy az elmúlt 5 évben ő tulajdonképpen nyakig benne volt az országos politikában. Innen nem nagyon hiszem, hogy vissza lehet táncolni. Hát Botka is benne volt egy időben. Ilyen erővel szerintem nem. Tehát a főpolgármester eleve egy más pozíció, közjogi pozíció, mint Szeged város polgármesterének lenni. De most belém folytod a szót. Nem kérdés. Ezen a ponton. Válaszolva arra, amit előbb mondtál, hogy teljesen más ez a közgyűlés, mint az előzőek voltak. Itt nem fognak működni ezek a mechanizmusok. Itt a Tisza párti frakció fog szembe feszülni a Fidesz frakcióval. Itt a Karácsonyéknak a szerepe másodlagos szerintem. A két nagy frakció között fog majd folyni a politikai küzdelem, és akkor, hogy egy csomagot én is letegyek az asztalra. Tehát egészen elképesztő pletykákat lehet hallani, hogy hogyan fog zajlani a következő 5 évben a fővárosban a politizálás. Amit én hallottam, ez tényleg hajmeresztő, de kiteszem ide az asztalra, hogy valóban van egy közeledés Karácsony és a Fidesz között, ennek a tétje az olimpia megrendezése, cserébe Karácsony kérni fog egy szemmel látható összeget évente, itt ne 10 milliárdokba gondolkodjunk, hanem nagyobb összegben, tehát ilyen 100 milliárd környéki összegről van szó, plusz az, hogy fejezze be a kormány a főváros megsarcolását. És ennek egy mellékszála az, hogy miután Lázáréknak tele van a hócipőjük Vitézi Dáviddal, ebben valamilyen segítséget fog majd nyújtani Karácsony Gergely, hogy Vitézét minél inkább a háttérbe szorítsák. Ez egy hajmeresztően hangzik, de nem teljesen kizárható. Hú, ezeket most jegyzetelem, és akkor úgy térjünk vissza mindegyikre rá, mert... És most jön a cáfolat. Biztos sokféle városi legenda van. Abban egyetértek veled, hogy a szegedi modellt azt azért nem lehet összehasonlítani, mert az, hogy Botka László Szeged város polgármestereként milyen kapcsolatot alakít ki, és hogyan tárgyal a kormánnyal, annak egy másik fénytörést ad az, hogy neki többsége van. Tehát azért a Karácsonynak egy egész más helyzetből kell a kapcsolatrendszert kialakítani. Én azt teljesen normálisnak tartom, hogy a főpolgármester és a kormány között egy normális beszélő viszony van. Tehát szerintem ez rendben van, és ez nem azt jelenti, hogy Karácsony bármilyen elvét föladná. És még nem is közelítésnek nevezném, mert a közelítés az lenne, hogyha a Szentkirályi Alexandra dallamaiból is ezt hallanánk, de nem ezt halljuk. Tehát az, hogy ő a Lázárral eredményesen tudott tárgyalni mondjuk itt a bérletek dolgában, az szerintem rendben van, ez a választók elvárása is. Ami a főváros lehetséges működését illeti. Én megmondom őszintén, hogy nekem nagyon, hogy mondjam, tanulságos volt az, amit egy nappal ezelőtt Magyar Péter írt a Facebookra, hogy ők hogyan viszonyulnak a fővároshoz. Tehát először is én azt nem értem, de tényleg nem értem, hogy mi az, hogy ők nem hajlandók főpolgármester helyettes jelölni. Hiszen ők nyertek 10 szavazatot, tehát a választáson a pártok azért indulnak, hogy nyerjenek mandátumot arra, hogy az ügyeket jó irányba vigyék. Aztán ugye ő azt mondta szó szerint, hogy nem fog indítani, nem fog jelölni se a Kutya, se a Fidesz, se a Tisza, hát akkor ebből mi következik, hogy tolja a Vitézit a Karácsony hóna alá. Hogy ezt miért teszi, lelke rajta, a Vitézi és a Fidesz együttműködés szerintem az sokkal nyilvánvalóbb, mint a Karácsony-Fidesz együttműködés, de hát ezen el lehet rágódni. A másik, amit abszolút nem értek, ezt ugyan már korábban is mondta, hogy a cégek igazgatóságában, felügyelőbizottságában nem vesznek részt. Hát ezt nem is értem. Ezek a cégek
ezek az önkormányzat, 100%, nagy rész 100%-os tulajdonában lévő cégek, ezek nem azért vannak szemben a közhiedelemmel, hogy ide a csókosok beüljenek, biztos volt egy-két csókos, akit beültettek, de ezek a cégek működtetik Budapestet. Bocsánat, csak befejezem ezt a gondolatot. Tehát aki azt mondja, hogy ő tulajdonosként nem vesz részt a cégek igazgatóságában és felügyelőbizottságában, nem jelöl főpolgármester helyettest, az nem akar felelősséget vállalni. Ugye itt lehet, hogy nem a tulajdonosi logika dominál, hanem a politikai. De engem, bocsánatot kérek, budapesti lakosként nem érdekel az ő logikája, én elvárom, hogy a főváros cégei normálisan működjenek. És én számomra azért az megkérdőjeleződik, hogyha ő úgy gondolja, hogy 26-ban meg tudja verni Orbán Viktort is kormányozni tud, akkor miért nem akarja megmutatni, hogy képes felelősséget vállalni? Eddig a főváros tekintetében csak a zsűriben tudta magát elképzelni, és nem volt, nem hajlandó felelősséget vállalni. Azt pedig rosszul éltem meg, hogy így lerázta a két jelenlegi főpolgármester helyettest. Én nekem a munkám révén van tudomásom arról, hogy Kis Ambrus és Tüttő Kata hogyan dolgozott, tiszteletre méltóan és eredményesen. Ezt ilyen lekezelően lepattintani, én azt gondolom, hogy ők ennél többet érdemelnek, és többet is tudnak tenni a fővárosért. Na most, Mónika, itt a politikai logika mondta, hogy hát az itt nem érdekes, mint budapesti lakosként. Én viszont ezekre a kérdésekre a feleletet csak a politikai logika mentén tudom megadni. Hajrá. Ugyanis csak emellett lehet megadni, és ezt a fajta távolságtartást, hogy ők most nem jelennek főpolgármester helyettest, a cégek vezetésébe se ülne be. Én ezt egy ilyen kivárásként érzékelem, hogy ők a Tisza párt, mint hogyha arra számítana, és ez valahogy nekem a kommunikációjukból is ez jön le, hogy egy tisztább helyzetet akarnak teremteni a fővárosban. Ez a tisztább helyzet pedig azt fogja jelenteni, hogy kivárják azt a megfelelő alkalmat, amikor mondjuk adott esetben egy új közgyűlést lehet majd választani. És hogyha már a medián számaival kezdtünk, akkor ez a várakozások nem is feltétlenül alaptalan, mert a fővárosban simán előfordulhat az, én majd, hogy nem is tudom, mibe fogadjak, de hogyha lesz egy másfél-két éven belül közgyűlést illetően Budapesten egy előrehozott választás, akkor ott a Tisza párt többséget fog szerezni. Valahogy így próbálnak evickélni eddig a helyzetig, és megpróbálják ezt az esetőséget kivárni. Nem tudom, hogy van-e ebbe szándékosság, ebben bizonytalan vagyok, de csak a lehetőséget várják, abban én majd, hogy nem bizonyos vagyok. A kapacitás hiány is, tehát ugye azért nem biztos, hogy mindenre van ember. De akkor hogy tegyek hozzá egy dolgot önkormányzati, közigazgatási szakjogászként? Az, hogy a fővárosról kiderítsen mondjuk a Tisza párt, vagy bárki más, hogy ez így működésképtelen, az rettenetesen hosszú idő. Mert tételezzük föl, ugye a törvény a főpolgármesternek adja a jelölés jogát a főpolgármester helyetteseknél. Karácsony Gergely, ha nem tud megegyezni, akkor is jelölni fog, mert őt a törvény kötelezi erre. Ha nem választják meg, akkor egy hosszú jogi procedúra jön, amit el tudnék mondani, mert az ötösére ezt kérdeztem mindig az egyetemi vizsgákon, de most nem terhelem ezzel a nézőket. És ez nagyon hosszú időbe telik, amíg ez jogilag eljut oda, hogy akkor na, akár mondjuk az alkotmánybíróság vagy ő. Finoman és hát addig mi történik Budapesten? Uh-huh. Hát bocsánatot kérek, de addig is jó, kell nagyon, közszolgáltatásokat nagyon röviden, működtetni. Még két kérdésre térünk vissza abból, amit mondtál, vagy lehet, hogy csak egy fér bele, hogy ugye azt mondtad, hogy akár 100 milliárdos fejlesztési támogatást is kérhet Karácsony Gergely, vagy lehet egy megállapodás alapja. Hihet-e ő a Fidesznek egy ilyen helyzetben? Mert ugye voltak már megállapodások, atlétikai VB, aztán csak nem érkezett meg a teljes összeg, illetve egy ilyen olimpiai pozitív hozzáállás változást, ezt az ő szavazótábora hogy fog fogadni? Hogy fogja fogadni? Hát itt megint Magyar Péterről kell beszélnünk, miután új politikai helyzet van, tehát a fővárosi közgyűlésben is 10 fővel megjelent a Tisza párt frakciója, és Orbánék most már magyarra fognak lőni. Tehát nem Karácsony lesz az első számú ellenség, meg az általa képviselt politikai formációk,
hanem Magyar Péter. Karácsonynak itt nagyon kifinomult politikai érzékre lesz szüksége ahhoz, hogy valamennyire önazonos maradjon, de közben a város érdekeit szem előtt tartva a lehető legjobb pozíciót elérje, amikor a kormánnyal tárgyal. Nyilvánvalóan egyébként lehetetlen helyzetben van azzal a 6 fős frakcióból a háta mögött, tehát bűvészet lesz ebből kihozni azt, hogy a következő 5 évet le tudja menedzselni, nagyon óvatosan kell mozognia, de azt gondolom, hogy valahol az általam vázolt dimenzióban lesz majd, vagy ott fogja majd megtalálni a saját helyét. Csak egy mondat, hogy talán ebben a logikában is benne az, hogy ez ellenségem, ellensége a barátom, tehát hogyha a kormányzat Magyar Péterre lő, akkor az adott esetben egy platformra hozhatja Karácsony Gergelyt és a Fideszt is, akarva, akaratlanul is. Ki lehet a főpolgármester helyettes? Hát... Van olyan verzió, amiben Vitézi Dávidnak hívják? Szerintem a Lotto 5-ös számait előbb mondom meg, mint a leendő főpolgármester helyettes személyét. Hát én abból a... hogy Magyar Péter felsorolt, hogy ki nem jelöl, és ugye ebből hiányzott a Vitézi féle formáció, arra tudok gondolni, hogy esetleg Magyar Péterék, ők maguk nem, de tolják a Vitézi szekerét. Azt azért ne felejtsük el, hogy ha főpolgármester jelöl, arról szavazást kell elrendelni. És ez titkos szavazás, amit úgy kell lebonyolítani, mint a titkos választást. Úgyhogy ott bármi lehet, hogy a Fidesz tagjai között, lehet, hogy a Vitézi csapatban, lehet, hogy a Magyar Péter tagjai között vannak olyanok, akik szeretnének valamilyen megoldást. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy jól működjön a főváros Kisambrus munkájára szükség van, tehát én úgy gondolom, hogy és azt látom, hogy Karácsony Gergely eddig is támaszkodott az ő munkájára, én el tudok képzelni olyan konstrukciót, hogy mert ugye azt tudni kell, hogy egy főpolgármester helyettesnek a testület tagjai közül kell kikerülni, mert az, aki általános helyettesként tudja a főpolgármestert helyettesíteni, a külső főpolgármester helyettes, mint Kisambrus, az például nem vezethet testületülést, tehát ez megkülönbözteti a közjog az ő jogállásukat. Na. Tehát én úgy gondolom, hogy az egy érdekes forgatókönyv, ha Vitézi helyettes lesz. De kizárni nem tudom. Ennél röviden... Maradt még időm? Hát egy mondat. Hát hogyha onnan veszem, hogy talán 20 000 voksnyi különbség volt Karácsony és Vitézi között. 430 valamennyi. Bocsánat. Igen. Szóval pár száz szavazott volt. Az azt jelenti, hogy elég komoly felhatalmazás van Vitézi mögött. Tehát a város egy nagy részét ő azért tudná képviselni főpolgármester helyettesként. Innen nézve van ennek... lehetősége. Na, olyan alaposan megbeszéltük ezt a fővárosi témát, hogy másik kettőre nem jutott idő, de nem baj, ez így nagyon érdekes volt szerintem, és köszönöm. De majd meglátjuk, hogy az aktuál témáihoz képest Szlazsánszky Ferenc, aki a Késő Esti Fórum műsorvezetője, szervusz, hozott-e új témákat, mikről szeretnél beszélgetni. Szervusz, Emily, bármiről beszélgethetünk, az előbb elhangzott itt a Lotto 5-ös, Magyar Péter ruletről beszélt, azt mondta, hogy nagyon sok oligarha megkeresi mostanában őket, mert szeretnek a feketére és a pirosra is tenni, de mi lesz, ha a zöld nyert, tette fel a kérdést az oligarcháknak Magyar Péter, ez tehát az első téma, a második a katolikus egyházi erkölcsi botrányok, a harmadik pedig, hogy idén se nyugdíjprémium, se korrekció nem várható, de bármi egyébről is beszélgethetünk. Ferire és az ATV-re tegyék meg a tétjeiket, nézzék a fórumot, köszönjük az ajánlót és a figyelmet, és szép estét!